terem dombovári szokáshoz híven ismét teljesen megtelt, ami nem csoda, hiszen a városban szinte senkinek sem ismeretlen Balaskó János neve, élete és sikerei mind Dombovárhoz kötik. 1990-ben vette át Dombováron a helyi fúvószenekar irányítását. Azt nem csak életben tartotta, hanem új lendületet is sikerült adnia, hiszen 17 évvel később egyesületi formába szervezte át. Érdekes módon mondjuk egy munkahelyen dolgoztam, 41 éve dolgozom egy munkahelyen, de nagyon sok változatos munkát végeztem, és nagyon nagy örömöm volt, amikor megalakítottuk a Dombovári Zenész Egyesületet, és számtalan szereplés, fellépés van a hátunk mögött, bejártuk az egész Dunántúlt, rengeteg városban, kis településen szerepeltünk. Azon kívül sok mindent csinálok a városban, bohóc műsorom van, előadásokat tartok gyerekeknek, sok mindenben részt veszek. Az óvodai életemről csak annyit szeretnék, hogy nem sok mindenre emlékszem, de arra nagyon, hogy a legjobb játékunk, a legjobb helyünk az nem bent a szobában volt, hanem amikor kijött a tavasz, és a széntárolóból elfogyott a szén, hát abban lehetett a legjobbat játszani. Hát ott elvonultunk, és az volt a titkos bázisunk, erre a fekete falra nagyon emlékszem a mai napig is. A rendezvényt iskolai Varga betűinek kifejtésével kezdte, arról beszélt, hogyan szerzett hozzá nem igazán élő szakmát szülei kérésének engedelmeskedve, majd arról, hogyan győzedelmeskedett végül a szív az ész felett, s vált mégis zenésszé. A Zenész Egyesület azért jött létre, hogy a zeneiskolát befejezett fiatalok is csatlakozhassanak a muzsikáló csapathoz, hiszen akik tanulnak zenét, ha is leteszik a hangszert, nagyon nehéz őket visszacsábítani, és szeretnénk, hogyha jönnének. Egy darabig ez ugye nagyon jól is működött, most aztán újra megjelentek a fiatalok, hála Isten. Próbálunk egy csapatot összehozni, ez egy fúvós zenekar, egyébként ugye nekünk nem kell áram, nem kell semmit, tehát falunapokon és szerepléseken kiválóan tudunk muzsikálni, bármilyen. Igazából mi már minden helyen muzsikáltunk, ahol lehet. A Zenész Egyesület egyértelműen Balaskó János életének egyik nagy csomópontja, igazán büszkén beszél róla. Évente olyan 50-60 szereplést valósítunk meg, és többször voltunk külföldön, Németországban több mint 10 alkalommal, Horvátországban, Romániában. Balaskó János nemrégiben kapta meg a dr. Keller József díjat azért, mert az elmúlt negyed században sokat tett, hogy a hazai és környékbeli sváb zenét népszerűsítse.